Hello, sziasztok, újra itt. Nem tudom hányadik videó, nem is érdekes. Jelenleg a 8. heti házi feladatnak a megoldásával próbálkozunk meg, remélhetőleg sikerrel. A házi feladat két részből áll, az első rész képpontjávalsága, sajnálatos módon a szonometriába. A második része a megadott síkoknak, asztronometriában megadott síkoknak a messzésvonalát kell majd megkeresni. Ebben a videóban most a 8. házi feladatnak az első részébe foglalkozunk, és az A feladaton keresztül mutatjuk be a módszer, amivel meg lehet oldani. Lássuk is, miről van szó. 8. házi feladat, az első feladatpont a távolsága. Ugye adva van nekünk 2 darab háromszög, az a síknak a vetülekei, amiből nekünk ki kell választani egy-egy egyenes. A választási lehetőségeink az AB, AB, meg az LK, LK egyenes között lehet. Úgy döntöttem, hogy az AB fogjuk megoldani. Ugye kiemeljük csak az AB egyenes, javaslom egyébként, hogy külön lapra vegyünk fel, ne folyjon már minden szerkesztés egybe. Még valami. Most kell először a mangaféle vekikésben oldjuk meg a feladatot. Ezt kadék javaslom nektek, mert ez egy ellenőrzésnek nagyon jó, mert ugye a mangaféle kép síkoknál elég egyszerű egy megállapítani egy egyenesnek a valós hosszág. És így tudják ellenőrizni az asztronometriába, kicsit bonyolultabb szerkesztésből létrejött eredményekkel. Tehát jelenleg az AB egyenesről beszélünk. Elküldjük nekik a segédhálókat, de mindenki tudja, hogy a két kép között, ugye az AB két képek között ott van a tengely viszintesen, mert előnézetről beszélünk mangaféle képábrázolásba. De azért, hogy mégsem legyen ennyire kiszke a lapunk, megrajzoltam a tengelyek és az arra való vekikő sugarakat is. Mint tudjuk, mangaféle képábrázolásban egy egyenesnek a valós hosszát úgy kapjuk meg, hogy az egyenessel párhuzamosan felvettünk egy új tengelyt. A rafkós emberek, akik már kicsit jobban érkenek hozzá, kicsit több tapasztalatuk van, azok már meg kell kikasz, hogy közvetlenül az egyenes nevezek ki tengelynek. Így csak az arra merőleges ekikősugarakat kell létrehozni. Nem kell megijedni, itt meg fogom rajzolni a tengelyt. Tehát ez lesz a tengelyünk. Első kép, második kép, és ez lesz a harmadik kép. Ugyebár, mivel a második képről vekékünk, ami az elsőből született, akkor az első képről kell levennünk a méreteket. Sajt lesz a harmadik képnek a mérekadója. Jelöljük is a megfelelő nyillal. Természetesen ennek van egy felkéke, hogy meg kéne találnom. Tehát jelenleg megvan az, hogy honnan veszük föl a mérekek, és hova kell leadni. Ugye azt beszéltük, hogy az egyes képről vettük föl a méreket, és a hármas képre adjuk le. És a kettes a kép adja meg a hármas képhez való vekikő sugarakat. És el kell mérnünk a távolságokat. Felveszük az A pont távolságát tengelytől,
hogy ugyanezt a távolságot átviszik a megfelelő elektrikus sugár. Ugyanezt megcsináljuk a B-punkkal is. A két messzés punk fogja megadni nekünk a következő punkokat, tehát az A3-as és a B3-as punkot. Ha ezt a kettőt összekötjük, akkor elméletileg megkapjuk az AB egyenesnek a valós hosszát. Azaz lekerikekük, még inkább úgy is mondhatnánk, hogy a képsíkunkkal párhuzamos helyzetbe hoztuk. Ez lesz a mi ellenőrző képünk. Erre igazából nem lett volna szükség a HD feladat megoldásához, de úgy gondoltam, hogy ez mégiscsak legyen meg, mert mégiscsak jobban látunk, hogyha tudjuk, hogy minek kell kijönnie. Tehát jelenleg ez a mangaféle képsípbe való ábrázolásának a megoldása. Sajnos nem ez a házi feladat, úgyhogy kicsit bonyolulni fognak a dolgok. De semmi probléma, ezért szeretjük ezt a könyvtárgya. Már aki. Mivel jelenleg elvégeztük az AB mangaféle képsíkben való ábrázolását, kérjünk rá az aksonometriába. A házi feladatban, mivel a második feladatot amúgy is katona aksonometriában kéri a tanár úr, most is egy katona aksonometriában fogjuk megoldani az AB egyenesnek a valós hosszának megkeresését. Ezen kívül lehetne még izonometriába, műszaki ábrázolásban, Cavalier aksonometriába, és természetesen bármelyen aksonometriába, kinek mi a íze, ízvilága, mit tetszik neki. Jelenleg katona aksonometriában fogunk dolgozni, aminek ugye a három tengely aránya a QX-nek, QY-nak, QZ-nek 1, 1, 2, 83. És kék harmad. Réklághatók a szögek, tanulmányozzák ezt nyugodtan. Az, aki esetleg nem tudná, de benne van a segédebben is, amit a tanár úr küldött. Ugye ez azt jelenti, hogy minden valós méret, amit ugye a vekületpáron látunk, a D-tengely irányába, kék harmadára csökkent. Mivel jelenleg egy 30 mm-es kioszkás láthatjuk az X és az Y tengelyen. Valós méretben is 30 mm-es kioszkás van az D tengelyen, de a aksonometriában a rövidülés miatt, mert a 30 mm-nek a kék harmada az a 20 mm-es lesz. Ugye ezeket perovákázákok, és akkor a pontokat fel kell venni a megfelelőre. Ez is megtörtént. Most jelenleg az összes pontot felvittük, de ugyebár erre nincsen szükségünk. Valójában csupán az AB pontokra van szükségünk. Az AB pontoknak a térbeli helyzetét is megkeresve az A3, B3 megkeresése után, állhatunk neki magának a feladatnak. Bekapcsolva maradtam. És kicsit beszélgessünk is arról, hogy hogyan is kapjuk meg az AB egyenesnek a valós méreté. Nem és külön van, kezdjük el.
kellem, hogy összekötöm a képpankat. Jelenleg ez az AB egyenesünk, ez az asztronometriában helyezkedik el, és sajnálatos módon nem ez a méret, amit keresünk. A két oka van annak, hogy miért nem ez a méret, amit keresünk. Az egyik az, hogy a D-tengely kétharmadára rövidebb. Ez még nem teljesen az egyetlen ok, ugyanis izonometriában, ahol 1/1/1 a tengelyek aránya, mérek aránya, ok is, ok sem az izonometriában létrehozott hosszak lesznek valós hosszak, mégpedig azért, mert tudni kell, hogy ugye ezek az egyenesek, távolságos szakaszok három vekületből jönnek össze, z, y, x, és ezeknek az egymáshoz való szöge, a valóságban ugye 90 fok, magasság, vízszintes, távolság, mélység, bocsánat, mélység, ami az asztronometriában viszont nem 90 fokos. Ez egy kicsit szomorú dolog. Ugye, hogyha most bevisszük a vekületeket valós egyenesünkre, vagyis a kérben lévő egyenesnek a vekületeit megrajzoljuk, vekület különbségeit megrajzoljuk, mi azt jelenti, hogy mondjuk az A magassága és a B magassága közötti különbségre vagyunk kíváncsiak, és például az X síkon való különbségre vagyunk kíváncsiak, meg az y-síkbeli különbségükre vagyunk kíváncsiak. Ezeket meg kell rajzolni. Ha ezeket megrajzoljuk, akkor egy kéglakeske fogunk kapni. Ennek a kéglakesnek a kesk áklója az AB egyenes a kérben. Hogy ez miért jó nekünk? Mivel tudjuk, hogy a valóságban egy kéglakes élei egymáshoz képest 90 fokban helyezkednek el, az merőlegesek egymásra, hogyha ezt a szabályt kihasználva úgy forgatjuk a különböző vekületeket, lapokat, vonalakat, tengelyeket, hogy egymásra 90 fokosak legyenek a képsíkra párhuzamos állapotba, akkor megkapjuk az AB egyenesnek, az AB szakasznak a valós hosszát. Rákezdeni elsőre egy kicsit zöldne fog tűnni, amit most mondtam, de mindjárt tovább megyünk, és látni fogják, aki miről beszélünk. Milyen kényezőkre lehet felbontani egy keskáklót? Amint látják, akkor vannak vekületek. Ezen kívül még fel lehet bontani lapáklókra. Például az XZ síknál, ha rávekíteném ezt az egyenes, akkor megkapnám ezt az egyenes, amikor az előbb behúztam. Tehát eddig az AB egyenes lapáklója. Ugyanezt meg lehet csinálni a BZ, YZ tengelyek síknak az irányába is. Ugyanak kapni fogok egy másik lapáklót. És ugyanezt meg kell az XY
lapákló, XY-síkkal is, és akkor megkapom a harmadik lapáklómat. Tehát jelenleg van három lapáklónk. Még jó ez nekünk? Ez addig jó nekünk, mert így csak kettő dolog kell nekünk. Egy lapákló, meg egy vekület. Ugyanis, hogyha csak vekülettel akarnám dolgozni, akkor három vekülettel kell forgatnunk. Természetesen az is előfordulhat, hogy a három vekülettel dolgozunk, és nem foglalkozunk a lapáklóval, de előbb-utóbb úgyis meg kell rajzolnunk a lapáklót, és a lapáklóval kell tovább foglalkozni. Mindenképpen a lapákló és a harmadik vekület fogja megadni nekünk a keskáklót. Ugye, hogyha most belenézkek a kéglekesbe, és hogyha mondjuk megrajzolnám a harmadik lapákló, második lapáklók, amire szükség van, akkor bizonyára észreveszik, hogy például az XY síkon lévő lapáklókák, ez a kék leghosszabb lapákló. És az E vekületek, azok egy síkot zárnak be. És ebben a síkban helyezkedik el maga az AB egyenes. Tehát ezt a síkot akarjuk mi lefektetni, és a képsíkkal párhuzamos helyzetbe hozni. Amennyiben megfigyelkékek a tengelyeknek az arányák és az egymáshoz való szögét, akkor bizonyára már feltűnhetett nektek, hogy az XY tengelyek egymáshoz 90 fokra helyezkednek el. Még jó ez nekünk? Mert ez azt jelenti, hogy azokat már nem kell buherálnunk. És igazából csak az égtengelyt kéne elfektetnünk. Hova tovább még egy kellemes előny, hogy az XY valós méretűek, tehát méretarányuk 1 és az 1. Vissza is megyünk, ugye a Kakona Aztonom Ekriának a magyarázó szövegéhez, ahol itt kell lákakon látni, hogy a QX 1-es arányú, az XY 1-es arányú, és az egymáshoz való szögük 90 fok. A QD-vel van problémánk, ami kék harmados. Ahhoz, hogy a valós méretét megkapjuk, egy egészét kell alakítanunk. Vagyis most a D vekületnek kell átalakítanunk úgy, hogy valós méretű legyen. Mivel jelenleg meg vannak rajzolva a vekület különbségek, valójában nem más, mint az egyenesnek a vekületek. Így most, hogyha a vekületek átalakítom kékharmadosról egy egészé, akkor megkapom a vekület valós méretét. És hogyan tudunk átalakítani egy vekületnek a valós méretévé? Nagyon egyszerű. Ugye azt beszéljük, hogy kék harmados, és az egy egésznek a kék harmada. Most ugye jelenleg kék harmados, úgy kapjuk meg az egy egészet, hogy a kék harmadok megszorozzuk 3-2-del, vagyis a reciprokával a saját magának. És úgy megkapjuk, hogy 1 meg 2x3, 6, és ugye 3x2, az szintén 6, 6-oszva 6-kal, az 1. Kell nekem valamelyik Z vekületet kéne meghosszabbítanom 1-jel, ugye megszoroznom 3x2-del, ami úgy fog kinézni. Igazából nekem most erre nem lenne szükségem, de kedvekekért bármik. Húzkök egy egyenes. Eszköz egyenes felosztjákok három azonos méretű szakaszra.
egyes szakasz, kettő szakasz, hármas szakasz. De jelenleg kék harmados, akkor össze kell kötnünk az, ami kék harmados, vagyis az ékengely, a három szakaszból a másodikkal. Mondom, összekötni. Kocsa, ezzel az összekötéssel párhuzamosan. Nekem párhuzamos nem szerek ki a program. Legalábbis nekem eddig még nem akarok összejönni. Ugyanígy a hosszabbítás is néha mondja, nem barátkozik vele. Ugye az ékengely meghosszabbításával, és ugye a harmadik harmados vonallal, meg ugye ez nem más, mint a harmadik harmados vonal, ez meg a kék harmados vonal. Megkapjuk az ékengely valós mélyére ki. Ez eddig nagyon prima. Ezeket most szépen elkünkek, mert nem kellene. Ez a távolság lesz a ékengely valós mérete. Mivel tudjuk, hogy az XY valós méretben van, ráadásul 90 fokban van egymással, felhasználjuk az XY síkon lévő lapáklum. Most már csak egymással 90 fokba kell lennie az ékengelynek, és az XY-on lévő lapáklónak. Erre az lesz a megoldás, hogy a lapáklóra egy merőleges vonalat húzunk, abból a csúcsból, ahonnan ugye az ékengely vekülekedjön, ez lehet bármelyik, és lehet bármelyik irány, ami csak tetszik nektek. Nincsen semmi sem eszembe ezzel kapcsolatban. Most jelenleg ezt a csúcsok választottam ki, hiszen úgyis ikosszabbikakkal megügye be magának az ékengelyik, hogy a valós hosszálkodja meg. Tehát jelenleg van a kék valós méretű bekülepül álló lapákló, ami még egymásra 90 fokban állnak, tehát a lapákló is valós méretű. És van egy ékengelyünk, ami valós méretű, de a szöge még nem megfelelő. Ezt úgy kapjuk meg a megfelelő mérekék és a megfelelő elhelyezkedését, hogy lefordítjuk a lapáklóra merőleges állapotba, ami ez a pont lesz. És igazából nem nevezem el ezt a pontot, de nem is nem akartam elnevezni. De azért megjelölöm, hogy lássák, hogy milyen pontot kötünk össze, milyen ponttal. Most kiveszem ezt a körzét, és akkor most jelenleg azt látjuk, hogy van egy vonalunk, ami az ékengely maga. Ezt kell kisvihetni magába az ékengelybe. Nem állunk, csak hajlandó. Nem fogunk tudni átvinni. Tehát ez az ékengelyünk. Ez pedig itt az XY-on lévő
90 fokos kehák valós mérekkel rendelkező lapátunk. Hát nem más, mikor csak megnézzük, ez a lapákló, vagyis kesk áklónak a képe, eleve kikek képe. Megnézik el, kik a kesk áklók, megnézik el, akkor az alul lévő lapákló, és a felül lévő, ugye ebből a csúcsból indul, dév vekülekné, adja meg a lapákló. Igazából ezt mi most kezdjük a vekületeket, meg a lapáklót, helyezkük el, és alakítottuk át, hogy valós méretű legyen. Kár most, hogyha én ezt a képpontot összekököm, az lesz az AB szakasz valós méreke az axonometriában. Amik én egyébként úgy szoktam jelenni, kis K, AB. Hogy ezt most le tudjuk ellenőrizni, megkérdezni, mert csinálunk egy ellenőrzést a legegyszerűbb módszerrel, a Pongeféle képmódszerbe. Az autókkal segítségével pontosan lemérjük. Amikor csak lennék olyan kedves, és meg kell állnám, hogy kis akarok. Meg a program is így gondolná, segít nekem. És én meg tudnám, hogy mit csinálok. Tehát kellene nekünk, így kell az axonometriában elvileg 112,25 mm-es rek. Az AB egyenesnek a valós hossza. Ellenőrizzük le a Mongeféle képsíkben, amit megrajzoltunk. És valami szerkesztési hiba lehet nálam. 130,77 jött ki.